Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Élet a gázrobbanás után. Hamarosan megkezdik a szekszárdi lakóház helyreállítását, ami rendkívül veszélyes munka lesz. Vadak az úton. Tolna megyében több veszélyes útszakasz van, rengeteg a baleset. Van igény a kultúrára. Az intézményvezetők szerint egyre többen vesznek részt a kulturális programokon. Böjte Csaba Szekszárdon. A természetet az oktatás részévé kell tenni. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Életveszélyes állapotok uralkodnak a Herman Otto utcai lakótömbben Szekszárdon, ahol a múlt hét szerdán gázrobbanás történt. A katasztrófa sújtotta a területet, jelenleg statikusok és építőipari szakemberek járják körbe, megtervezve a helyreállítását. Korcsmár István, a kivitelező cég vezetője azt mondja, hétfőn megkezdik a munkát, a törmelékhalom elszállítását. A kiszámíthatatlan körülmények miatt lassú és veszélyes munka vár rájuk. Nem tudni, mikorra fejezik be a tartószerkezet megerősítését. Helyszíni riportunkból kiderül, csak a szerencsének köszönhető, hogy a robbanásban senki nem halt meg. Itt állunk a múlt heti gázrobbanás helyszínén. A szakemberek megkezdték az épület helyreállítását, de nem ígérik, hogy az elkövetkező hónapokban visszaköltözhetnek a lakók. Sokkal tovább fog tartani a munka, életveszélyesek a körülmények. A háta mögött jól látszik, hogy mekkora erejű volt a robbanás, itt történt ugyanis. Lehet látni, hogy minden romokban hever. Azt mondják a szakemberek, hogy nagyon sok munka vár rájuk. A múlt hét szerdán történt gázrobbanás helyszínén olyan látvány fogadott minket, mintha egy földrengés sújtotta területen járnánk. Úgy tudjuk, hogy csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia és nem halt meg senki. A házban ugyanis sok idős ember élt, és a robbanáskor közülük többen nem voltak otthon, szerda reggel ugyanis a piacon szoktak bevásárolni. A kiszakadt ajtókat, ablakokat, összeomlott falakat elnézve nem kis munka vár a kivitelező cég munkatársaira. Korcsmár István, a bontást és a helyreállítást végző cég vezetője azt mondja, ez egy nagyon lassú és veszélyes munka lesz. Egyszerre csak 4-en dolgozhatnak az épület helyreállításán, és csak kézzel, mivel nehéz gépeket nem lehet bevinni a házba, nem tudni, hogy azok súlya vagy éppen rezgése miatt összedőle a jelenleg igencsak romos, életveszélyes állapotban levő épület, mondja Korcsmár István. A gázok megemelték a PK padlót gyakorlatilag. Hát azt mondom, hogy a jóisten tartja az egészet a helyén, hiszen a statikus vizsgálat meg a szemrevételés alapján mindegyik PK padlóba elszakadtak az acélhúrok. Hétfőn kezdik meg a hatalmas törmelékhalom eltakarítását. A fő kérdés az, hogy a fűfalak megsérültek-e, és ha igen, mekkora mértékben. Ez határozza meg a kivitelezés módját, annak hosszát. Elsőként a fűfalak bedúcolását csinálják meg 3 emeleten. Ezek után lejövünk a földszintre, tehát a robbanás alatti helységben kezdünk el dolgozni. A két végén felállítunk egy olyan nehéz állványt, ami megfogja a PK-paneleket, és ennek a nehéz állványnak a segítségével, ennek a védelmébe kitakarítjuk úgy az alsó szintet, hogy egy 3 méterszer 2 méteres kemény hab alátámasztást tudjunk végrehajtani. Ezt követően fentről lefelé haladva visszabontják a paneleket, majd visszaépítik a 15-20 cm vastag vasbetonfalat a két robbanással érintett szobába. Ott jártunk, ahol éppen a felső szinten lakó bútorai cipelték ki az önkormányzati cég dolgozói. Egy jó időre máshova kerülnek ezek az ágyak. A jelenlegi helyzet alapján ugyanis úgy tűnik, hogy mostanában biztosan nem tud visszaköltözni otthonába az a 80 ember, aki korábban a Herman Otto utcai lakóházban élt. Hiába lett 34%-kal olcsóbb az elektromos autókhoz használt akkumulátor, az e-autók változatlanul több mint 40%-kal drágábbak az azonos kategóriájú hagyományos meghajtású kocsiknál, írja a Világgazdaság. Az egyik vezetési tanácsadó cég németországi adatokon alapuló közleménye szerint az árcsökkenés mellett a hatótávolság növelésére lenne szükség az e-autók gyorsabb terjedéséhez. Utóbbi téren van előrelépés. A gyártói adatok szerint az egy töltéssel megtehető
átlagos távolság 2018-ra 330 km-re nőtt, 2020 végére pedig az újonnan forgalomba helyezett elektromos autók átlagosan több mint 400 km-t tudnak majd megtenni egyetlen töltéssel. Tolna megyében heti szinten történik vadbaleset, különösen ősszel a szarvasok párzási időszakában. A legveszélyesebb útszakasz a 6-os út Kakasd és Bonyhád közötti része, Sötétvölgy környéke, a 61-es, valamint a 65-ös út. Ezeken a helyeken történik a legtöbb baleset. A rendőrség azt javasolja, hogy ebben az időszakban érdemes különösen óvatosan vezetni, valamint vadriasztó sípot felszereltetni a járműre. Ha pedig elkerülhetetlen az ütközés, semmiképp ne rántsuk félre a kormányt, mert a szemből érkező autóval ütközve akár az életünket is elveszíthetjük. Vadveszélyre figyelmeztet ez a közlekedési tábla a 6-os úton Bonyhád közelében. Az autósok azonban nem lassítanak le, pedig éppen ezen a szakaszon kellene körültekintően vezetniük, mivel Tolna megyében itt történik a legtöbb ilyen jellegű ütközés. A legveszélyeztetettebb útszakaszok az a 6-os számú főút Kakasd és Bonyhád közötti szakasza, illetve a Sötétvölgy környéke, valamint a 61-es és a 65-ös főúton történik a legtöbb vadelütés a Tolna megye közútjain. Ennek megelőzésére számos taktikát lehet alkalmazni, mint az autótulajdonosoknak, illetve a közútkezelőinek egyaránt. Ilyen például a vadriasztó síp felszerelése az autóra, vadbeszélyre figyelmeztető tábla esetén a sebesség csökkentése, az út pásztázása. Ha pedig elkerülhetetlen az ütközés, mert az állatok sokszor hirtelen féktávon belül kerülnek az autó elé, semmiképpen sem szabad félrerántani a kormányt, mert a szemből érkező autóval ütközve tragédia is történhet, figyelmeztet a szóvívő. A közútkezelő pedig bizonyos útszakaszokon vadriasztó prizmák felszerelésével segíti a balesetek megelőzését. Ezek az eszközök olyan fényeket adnak ki magukból, amiktől az állatok megriadnak és nem szaladnak ki az utakra, különösen mostanában. A vadak ebben az időszakban a párzási időszakukat töltik, tehát egyre gyakrabban fognak a járműveink elé ugrani. Fontos tudni, hogyha a vadbeszélyt jelző tábla is kim volt, valamint a sofőr is betartotta a kreszt, mégis ütközött egy szarvassal, a vadásztársaság és az autós is a saját kárát viseli. Érdemes végigböngészni a biztosítók ajánlatát, mert sok társaság kínál kiegészítőként a kötelező gépjármű felelősség biztosítás mellé vadkárbiztosítást. Tolna megyében egyébként október közepéig 162 vadelütés történt, 4-jel több, mint tavaly. A balesetekben senki sem sérült meg életveszélyesen. Egy kutatás szerint a magyarok 52%-a több mint 4 alkalommal járt színházban az elmúlt évben. 12%-uk viszont egyetlen egyszer sem nézett meg színházi előadást. Ennek oka a magas árakban keresendő. A kutatás szerint minden harmadik válaszadó a jegyek ára miatt nem jár színházba. Közel ennyien vannak, akik nem találtak érdeklődésüknek megfelelő előadást a lakóhelyük közelében, de sokaknak az időbeosztása nem egyeztethető össze egy esti programmal. A felmérésből az is kiderül, hogy a legtöbben a 2 és 4 ezer forint közötti áron kapható jegyeket keresik. A zenés darabok esetében többet is hajlandók áldozni, a musicalekre legtöbben 4 és 6 ezer forint közötti jegyeket vesznek. Opera és operett esetében 4 ezer forint feletti jegyeket vásárol a válaszadók közel fele. Egyre többen vesznek részt kulturális programokon szerte az országban. Ezekből jóval többet kínálnak a művelődési házak, mint a korábbi években. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ 2018-ban 4144 eseményt szervezett, ami 200-al több esemény, mint 2017-ben. Erről is szó volt azon a szakmai napon, amin az ország 80 kulturális intézmény vezetője vett részt. A konferenciák mellett nagyon fontosak az életünkben a szakmai műhely találkozók. Amikor erre pénzügyi lehetőségünk van. Az őszi közművelődési konferencia és közgyűlés fókusztémája az együttműködés és partnerség volt. A kétnapos rendezvénynek nem véletlenül volt Szekszárd a helyszíne. Elsősorban azért, mert büszke lehet a helyi kulturális központ a működésére és arra a gazdasági és piaci helyzetre, amit bevezettek. Részletezte Zsiko Zoltán, az intézmény igazgatója, aki a konferencia előadásában kifejtette, hogyan tud a kultúra sikeresen, piaci szemlélettel működni. Ahogy mondta, Szekszárdon a vállalkozások és a helyi emberek magukénak érzik a kulturális központ működését. És ez nekünk a gyakorlatban annyit jelent, hogy
az a szponzorációs modell, amit kidolgoztunk, az gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a fesztiváljainkat, a rendezvényeinket nagyon-nagyon komoly mértékben ezek a helyi vállalkozások támogassák. Az elmúlt 6-8 évben könnyebb fenntartani a kulturális intézményeket, mint előtte. Ezt már Szente Béla, az Országos Szövetség elnöke mondta, aki szerint soha nem látott mértékben támogatja a kormány a kultúrát. A legelső növekedés az Agora program után következett, amikor az ország számos kulturális intézményének épülete megújult. Egy közönségboom keletkezett abból, hogy egy ilyen infrastruktúrális, nagy mérvű infrastruktúrális változás történt. 21. századiak lettek ezek az intézmények, és ezt a közönség meghálálja. Évről évre nő a kulturális intézmények látogatottsága, ezzel pedig a meglátogatható programok száma is. 2018-ban 4144 eseményt szervezett a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ez 200-zal több, mint 2017-ben. A tendencia pedig idén is növekedést mutat. A modern pedagógia módszereiről szól a Családakadémia rendezvénysorozata a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karán. A nyitó előadásban Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, többek között arról beszélt, a természet adta lehetőségeket ki kell használni az oktatásnak. Második évadába lépett a Családok Akadémiája rendezvénysorozat a Pécsi Egyetem Szekszárdi karán. A rendezvénysorozat arra ad lehetőséget, hogy bemutassa a kutatási programokat a pedagógia területén, illetőleg azt, hogy ezek hogyan segítik a gyereknevelést mindennapjainkban. Szicsi Gábor dékán azt mondta, változások vannak a családok életében és a pedagógia módszertanában is, melyekről fontos információkat kell adni a családoknak. Megmutatjuk, milyen kutatási programok zajlanak a pedagógia területén, és hogy hogyan tudunk ezekkel a kutatási programokkal segíteni a mindennapokban anyukáknak, apukáknak, családtagoknak, annak érdekében, hogy megértsék azokat a változásokat, kihívásokat, amelyek ma a családot érik, és megértsék az új nevelési módok lényegét is, hogyan lehet ezekre a kihívásokra megfelelő módon reagálni. A nyitó előadásra Böjte Csaba ferences rendi szerzetest kérték fel, aki arról is szólt, a pedagógia lényege a gyerekek tehetségének gondozása és kiszélesítése. Ha az iskolának tudunk nyitani egy ajtót, egy kaput, ami valamilyen módon a természetet, a természethez közeli életet be tudja emelni, és az iskolának akkor nem, mint egy négy osztályos iskolának nem négy osztályterme van, hanem öt, és az ötödik kín van a vidéken, az már egy óriási nagy dolog lenne, hogy az iskola maga úgy gondolkozza, hogy az is egy osztályterem. A természet, mondja Böjte Csaba, felhasználható az oktatás számos területén, és az élmény alapú tanulás mindig hatékonyabb, mint a száraz tények. Ezért lenne jó, ha minden iskolában lennének ilyen természetes osztálytermek. Hungarika Caritas díjat vehetett át Koncz Ádám, a Tolnai Caritas csoport alapító tagja. A díjazott azt mondta, a segítő tevékenység csapatmunka, melyet ez a díj testesít meg. Koncz Ádám alapítója az egy este alatt 2011-ben megszerveződött Tolnai Caritas csoportnak. Éveken át volt postás Tolnán és Mözsön is, így pontos képe van arról, hol kell el a segítség. Megítélése szerint a segítségnyújtás az a tevékenység, mely legjobban leképezi a katolikus vallás világi arcát. Az egyház szociális tanítása az a kezdetektől fogva kidomborodik az egyházon belül, és ez ma sincsen másképp, mint az ősegyház idejében. Ez a társadalomban az egyház élő arca. A szegénységről való gondolkodást otthonról hozta. Azt mondja, a Caritas tevékenység csapatmunka, csak így tud igazán hatékonyan működni. Ennek megfelelően a díj az egész szervezet kiemelkedő működését dicséri. Tényleg nem több ez az egész, mint a karmester, amikor a zúgó taps közepett a zenekarra mutat, hogy gyerekek, álljatok föl, ez a taps most nektek szól, vagy legalábbis javarészben nektek, akik itt álltatok mellettem, körülöttem. A Caritas Tolnai csoportjában már többen részesültek hasonló elismerésben. A Baranya és Tolna megyét összefogó szervezetből most három elismerést adott át az országos szervezet, mindhárom díjazott Tolna megyéből való. Koncz Ádám mellett Valacsai Klára és Szegőné Nyakas Eszter kapott hasonló elismerést. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Folytatódik a tárgyalás, csaknem 27 kg kábítószer csempészett egy szerb férfi. Hamarosan igényelhető a védőoltás. 50 000 influenza elleni vakcina érkezik Baranyába.
Kódolás hete. A programozás alapjaival ismerkedtek meg pécsi iskolások. Csaknem 27 kg kábítószert akart Magyarországra hozni egy szerb állampolgárságú férfi. A Baranya megyei főügyészség ezért különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának büntette miatt emelt vádat ellene. Az előkészítő ülésen a gyanúsított nem ismerte be a bűncselekményt, így a bíróság rendes eljárásban tárgyalja az ügyet novemberben. Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre az ország területére behozattal elkövetett kábítószer birtoklásának büntettével vádolom. Előkészítő ülésen ismertették a vádat, melyet egy szerb állampolgárságú férfi ellen emelt a Baranya megyei főügyészség. A gyanúsított még 2018. szeptemberében az udvari határátkelő helyen jelentkezett belépésre Magyarországra. A határon szolgálatot teljesítő rendőrök a férfi által vezetett gépkocsit gyanúsnak vélték, így a NAV munkatársaival közösen a helyszínen átvizsgálták a járművet. Az átvizsgálás követően, az első ülések kiszerelését követően láthatóvá váltak a rejtett helyek. Az ottani üvegekből 27 darab folpa fóliával több rétegben körbetekert csomag került elő, mely zöld színű növényi átvégződéseket tartalmazott, nettó összetömege meghaladta a 26 kg-ot. A kannabiszra jellemző vegyületek hatóanyag tartalma mintegy 2,5-szerese a különösen jelentős mennyiség alsó határának. A vád ismertetése után a férfi nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, így a bíróság november 12-én rendes eljárásban tárgyalja az ügyet, melyet a tanúk meghallgatásával kezdenek. Azon kívül ma három szakértő. Vegyész szakértő, műszaki szakértő és egy genetikus. A vádlat egyébként büntetlen előilletű, azonban ha a bíróság bűnösnek találja a különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának büntetében, 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. A Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen, akik vagyonvédelmi tevékenységük során közel 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A bűnszervezet biztonsági őrzéssel, vagyonvédelemmel, takarítással szerzett megrendeléseket. A gyanúsítottak 25 gazdasági társaságot hoztak létre, a munkavállalók után azonban nem fizették meg az adókat és járulékokat. Ezzel 1,8 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A vádlottak által elkövetett bűncselekmények közül a legsúlyosabb a költségvetési csalás minősített esetének a büntette, melynek büntetési tétele 5-10 évig terjedő szabadságvesztés. Közleményt adott ki Pávkovics Gábor, a Fidesz Mohácsi szervezetének elnöke, amelyben többek között azt írta, a mohácsi választók világosan megüzenték, nem akarják Csorbai Ferencet a polgármesteri székben látni. Bejelentette azt is, elfogadja a felkérést, és elvállalja a jelöltséget a városvezetői posztra. Csorbai Ferenc az október 13-ai választáson Szekó József korábbi polgármester halála miatt egyetlen polgármester jelöltként 1867 szavazatot gyűjtött, míg a polgármesteri választáson leadott érvénytelen szavazatok száma ennek több mint kétszerese 4076. Az ősz beköszöntével hamarosan megjelennek a náthás, megfázásos betegségek is. Legkönnyebben a tömegközlekedési eszközökön és a zsúfolt helyiségekben terjednek a vírusok és baktériumok, ezért fontos a higiéniai szabályok betartása, például az alapos kézmosás, mondta a Baranya megyei tiszti főorvos. Kassai Veronika emlékeztetett, bár az influenza szezonja általában január környékén tetőzik, érdemes mielőbb igényelni és beadatni a védőoltást. A 60 év felettiek, a krónikus betegségben szenvedők, a várandósok, a szociális intézmények lakói, valamint az egészségügyi dolgozók ingyenesen juthatnak hozzá a vakcinákhoz, hívta fel a figyelmet a tiszti főorvos. A védőoltás október végétől igényelhető. A tavaly évben az influenza elleni ingyenes védőoltásnak több mint az 58%-a fogyott a felnőttek körében, ami a még előző évhez képest már emelkedés mutat, tehát bízunk benne, hogy ebben az évben még többen fogják igényelni ezt a védőoltást. A gyermekeknél pedig az igényelt 180 darab védőoltás 100%-osan elfogyott. Az idei évben szintén hasonló mennyiségű védőoltást kap Baranya megye, 50 ezer adagot a felnőtteknek és 200 adagot a gyermekeknek. Logikai és mozgáskoordinációs feladatokkal is várták a gyerekeket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói negyedik alkalommal rendezték meg az úgynevezett játékvárost, amely egy valódi életközösséget jelenített meg.
A kisdiákok megismerkedhettek a pénz fogalmával, illetve használatának alapjait is elsajátíthatták játékos keretek között. Bekötött szemmel kellett a feladatokat elvégezniük a gyerekeknek ennél a játékpontnál. Ügyes voltál, nagyon tessék. Ügyi voltál, nagyon ügyes vagy. Nem csak logikai és ügyességi, hanem mozgáskoordinációs feladatokkal is várták a kicsiket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói immár negyedik alkalommal szervezték meg a játékvárost a kisdiákoknak. 8 állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a pénzvilágával. Minden egyes állomáson pénzt gyűjtenek, játékokért, készségfejlesztő játékokkal készültünk. 8 csapat van, 40 gyerek fog jönni, és minden egyes állomáson, hogyha teljesítették a feladatot, pénzt gyűjtenek majd, és a végén, amit itt látni a hátam mögött, itt fognak vásárolni. A Durácki és a Bárci Gusztáv módszertani központból érkező gyerekek elsősorban a pénzfogalmával ismerkedtek meg játékos formában. Kaptam ilyen porrakat, és el kellett dönteni, melyikben van kevesebb, melyikben van több. A másodikban meg volt olyan, hogy doboz volt, és bele kellett nyúlni, és amit mondott a néni, hogy keressem meg, azt megkerestem. Menetlevél van a kezembe, itt vannak az aláírások, és már 3 helyen már voltam. A kicsik minden feladat teljesítése után játékpénzt kaptak, amelyből aztán toltartót, színes ceruzát vagy akár plüss figurát is vásárolhattak. Be kellett festeni a kezünket, aláírtam a nevemet alá, mert még játszottunk, meg kellett hangoztatni, hogy mi van benne. Az intézményben szervezett program a hallgatóknak és a gyerekeknek egyaránt hasznos volt. A gyerekeknek azért nagyon hasznos, mert egy kicsit egy kis mini társadalmat pillantanak meg ebben a pár órában. Hallgatóinknak pedig azért hasznos, mert valóban ők a fő szervezői, a harmadévesek szervezik, ők találták ki a játékokat, és a másodéveseket ilyenkor azért vonjuk be, mert ők kísérik a gyerekeket. Minden gyereknek van egy kis tanítónénie, aki a különböző állomásokon a gyerekeket patronálja, és olyan szempontból is nagyon hasznos, hogy mert a másodéveseink következő évben már ezeken az intézményeken gyakorlatot végeznek, és így a gyerekekkel egy kicsit már ismerkednek, találkoznak. A játékváros feladatait több mint 40 sérült gyerek teljesítette. Hetedik alkalommal rendezik meg a Kódolás hetet, azaz a Code Week programot. Az uniós kezdeményezés önkéntesek által működtetett szemléletformáló kampány. Célja, hogy minél több diák ismerkedjen meg a kódolás programozás alapjaival, vagy jusson el még magasabb szintre. Az Európai Uniós pályázatot Pécsett a Köztársaság téri általános iskola nyerte meg. Egy kódolt napon jártunk. Éppen az 5.-6. osztályosoknak magyarázzák a robotok fajtáit és származásuk történetét. Nagy az érdeklődés. A számítástechnikai tanterem megtelt a kíváncsi közteresekkel. Akad olyan diák, akinek a továbbtanulásban, pályaválasztásban is segít ez a szakköri robotika óra. Egy óra, és ezáltal tudunk tanulni, hogyha más pályára szeretnénk elmenni. És én gondolkodtam azzal, hogy elmennék informatikára. Az elsősöktől egészen a 6. osztályosokig vesznek részt a tanulók a Kódolt Nap programjában. Vendégeket is hívtak a Köztársaság téri általános iskolába, amelynek köszönhetően a DigiSchool, a LogiSchool, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és egy számítástechnikában jártas szülő is érkezett. A sikeres EU-s pályázatnak köszönhetően minden alsós osztályba sikerült egy-egy padlórobotot venni. Az iskola vezetés és a kollégák pedig nyitottak voltak az ötlet iránt, mondja Váli Anikó főszervező. Készen vásároltuk a úgynevezett padlórobotokat, ami kifejezetten ennek az alsó évfolyamoknak, akkor ennek az alsó évfolyamnak megfelelő. Előre, hátra, jobbra, balra tud menni, és ők programozzák be, hogy merre menjen ez a padlórobot. Tulajdonképpen az analóg gondolkodást fejleszti. Úgy gondolom, hogy ő nekik ebből csak hasznuk lehet a jövőben. A mindennapi életben már ott van. Ez a program minden tanórába beépíthető, ha van hozzá idő, ötlet és energia, teszi hozzá a főszervező. Az Európai Uniós pályázat nyertes iskolában ezen a napon minden a programozásról, az analóg gondolkodásról szólt. Ez még új az általános iskolások számára, de bíznak a folytatásban. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Élet a gázrobbanás után. Hamarosan megkezdik a szekszárdi lakóház helyreállítását, ami rendkívül veszélyes munka lesz. Vadak az úton. Tolna megyében több veszélyes útszakasz van, rengeteg a baleset.
van igény a kultúrára. Az intézményvezetők szerint egyre többen vesznek részt a kulturális programokon. Böjte Csaba Szekszárdon, a természetet az oktatás részévé kell tenni. Csütörtökön sok napsütés ígérkezik, és a hőmérséklet 20 fok fölé emelkedik. Csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!